Sziasztok, Szandra vagyok, welcome back és bujék! Úristen, azt hiszem túl sok volt a koffein. Ebben a videóban szeretnék egy picit visszatekinteni a 2018-as évre, és megmutatom nektek, hogy mik voltak számomra a top termékek, a kedvenc kozmetikumaim az elmúlt évben, amik valami miatt kiemelkedtek a többi közül. Relatíve kevés dologról lesz most szó, ugyanis nem fogok minden egyes termék kategóriában mutatni nektek kedvencet. Itt most tényleg azokról lesz szó, amiket valamiért nagyon-nagyon megszerettem és nagyon szívesen használtam, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, hogy mik ezek, akkor tartsatok velem. Kezdjük a test- és arcápolási dolgokkal. Itt van először is ez a Dove testradír, amiből ez most egy full új tégely, mert hogy éppen most használtam el a kivis verziót. Köszönöm a Dove-nak, hogy végre a drogériában is lehet kapni normális testradírt, mert hogy évekig csak ilyen kis radírozó tusfürdőket lehetett kapni, amiknek nagyjából az égvilágon semmilyen radírozó hatása nem volt, de ezeket a testradírokat egyszerűen imádom. Pont megfelelő a szemcséknek a mérete és a durvasága és a mennyisége. Nagyon hatékonyan, ugyanakkor nagyon gyengéden radíroz és elképesztően puha lesz utána a bőröm. Imádom ezeket a Dove testradírokat és bátran merem mindenkinek ajánlani őket. A következő kedvenceim azok a The Body Shop kézkrémek, amiket több szempontból is imádok. Egyrészt azért, mert hogy abszolút táskabarát méretük van, így bárhová magammal tudom vinni. Másrészt rengeteg különböző illatban kaphatok, harmadrészt pedig nagyon jól hidratálják a bőrömet. Én inkább a hidegebb hónapokban szoktam kézkrémeket használni, nyáron nem annyira jellemző, viszont az elmúlt hetekben több ilyet is elhasználtam, láthatjátok, hogy ebből a mandula teljes mézes verzióból is alig van már, és most az ünnepek utáni leárazásokon vettem egy ilyen limitált Vanilla Pumpkin kézkrémet, mert ennek egyszerűen imádom az illatát. Gyorsan felszívódnak, nagyon jó a hidratáló hatásuk, finom, puhák lesznek utána a kezeim, úgyhogy igen, ezek a kézkrémek eléggé népszerűek voltak nálam 2018-ban, és valószínűleg 2019-ben is azok lesznek. Ugorjunk az arcápolásra, a következő kedvencem a szintén egy The Body Shop termék, mégpedig a kínai ginzeng és rizs tonik, amivel szerintem találkoztak már azok, akik szokták nézni a videóimat. Ez most egy full új flakon, amit szintén néhány nappal ezelőtt vásároltam, mert mindenféleképpen bele akartam tenni ebbe a videóba, ugyanis egyszerűen imádom reggelente ezzel áttörölni a bőrömet. Valahogy ilyen élénkítő, energizáló illata van, és nagyon jól tisztítja és frissíti a bőrömet, és valahogy sokkal ragyogóbb és élettel telibb lesz utána, úgyhogy ez egyértelműen megnyerte nálam a 2018-as év tonikja címet. És még egy arcápolási termék, ez a L'Oreal Smooth Sugars tápláló arcradír, ez a kakaóvajas verzió, hogyha jól emlékszem, semmilyen információ nincs rajta a tégelyen, minden a dobozán volt, ami természetesen kidobtam, de tök mindegy, mert imádom ezt az arcradírt, és igazából erre is az vonatkozik, mint amit a Dove testradírral kapcsolatban mondtam, hogy nagyon sokáig nem lehetett igazán jó arcradírt kapni a drogériákban. Nekem sok arcradírral az a bajom, hogy egyszerűen túl durvák a bőrömhöz, és miután átadíroztam az arcomat, egyszerűen kipirosodik és húzódik a bőröm, de most ezzel egyáltalán nincsen semmi ilyesmi. Én ezt általában heti egyszer szoktam használni, mert emellett szoktam még használni a Fora Luna 2 arctisztító készülékemet is heti egyszer, úgyhogy nekem ez így pont jó. Nagyon gyengéd ez az arcradír, de ugyanakkor nagyon jól eltávolítja az elhalt hámsejteket, és sokkal puhább és rugalmasabb lesz utána a bőröm, egyáltalán nem húzódik utána, nem szárítja, nincsen semmilyen kellemetlen vagy feszülő érzés, és egyébként az illata is isteni, ez sem mellékes, úgyhogy nagyon szeretem. A következő kedvencem az egy parfüm, mégpedig a Dolce & Gabbana The One. Az a helyzet, hogy elég sok parfümöt kipróbáltam 2018-ban, és elég sok kellemes illattal ismerkedhettem meg, de ez volt az, ami valamiért kiemelkedett számomra a többi közül, mert ennek egyszerűen tökéletes az illata, abszolút megfelel az én ízlésemnek, mert édeskés, de azért nem túl gej, olyan dögös, de mégis kifinomult illat, és hát én nagyon szeretem az ilyen illatokat, az az igazság. Nem kell belőle sokat használni, és nagyon tartós, mert ha reggel befújom ezzel magamat, akkor még délután is érzem az illatát, illetve nekem az is nagyon tetszik, hogy ilyen szép letisztult üvege van. Még a sminkek előtt jöjjenek a körömlakkok, ugyanis
Hát 2018-ban egyértelműen a Trendy Tab UV Power Gel körömlakok voltak számomra az abszolút kedvencek. Itt most 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 különböző árnyalat van. Azért szeretem ezeket a Trendy Tab lakkokat, mert egyrészt olcsók, másrészt egy rétegben is nagyon szépen fednek, harmadrészt nagyon szép ilyen gél hatású finisük van, és tartósak. Szóval ez így számomra maga a megtestesült tökély. Még a körömlakokhoz kapcsolódóan szeretném megemlíteni a körömlakszárító cseppeket. Ezekkel annyira felgyorsul az egész körömlakkozási folyamat, hogy tényleg mindenkinek, aki otthon festi a körmeit, annak kötelezővé tenném ezeket. Van itt ez a Bourjois Instant Dry, ami épp most fog elfogyni nekem, illetve ez a Sally Hansen Complete Salon Manicure Dry and Go Drops körömlakszárító csepp, de igazából rengeteg márkánál lehet már találni ilyeneket, és nagyon egyszerű a használatuk, mert csak kifested a körmödet, cseppentesz mindegyikre ezekből egy cseppet, és gyakorlatilag 10 perc múlva kopogósra száradtak a körmeid. Térjünk a korás minkekre, először is mindenféleképpen szeretném megemlíteni a L'Oréal Mega Volume Miss Babyról szempillaspirált, ami még mindig a kedvenc szempillaspirálom. Bár nagyon jó spirálokat próbáltam egyébként 2018-ban, de ez még mindig kiemelkedik számomra az összes közül. Ennek szilikonkeféje van, és nagyon szépen szétválasztja a szempillákat, dúsítja őket, nem gubancolódnak össze, nem maszatolódik, szóval ez egy zseniális spirál. Éppen most használtam el, úgyhogy kell belőle utánpótlás mindenképpen. Jöjjön még egy szemsmink, ez pedig a MAC Prolongwear Paint Pot a Constructivist árnyalatban, amit valamikor egy évvel ezelőtt vettem, úgyha jól emlékszem, és nagyjából 2018 közepe fele kezdtem el használni, és nem tudom, hogy mi a fenére vártam annyi ideig. Én nem szemialakként szoktam használni, hanem önmagában krémes szemfestékként, és az az érdekes, hogy én ezeket a krémes szemfestékeket egyébként mindig újjal szoktam felvinni, de ezt egy ilyen szintetikus, laposfejű Sigma ecsettel használom, feltapogatom a szemhéjamra, utána egy picit így újra elmaszatolom a szélét, most is ez van egyébként a szemeimen. Ja, ide is hoztam ezt a Sigma ecsetet, szóval ezzel szoktam így felvinni a szemhéjamra, és egyszerűen olyan, mintha nem tudom én mennyi időt töltöttem volna azzal, hogy elkészítsem a szemsminkemet, mert annyira könnyű és gyors és tartós és szép a végeredmény, úgyhogy ez a MAC Paint Pot, ez most nagyot megy nálam. Szerintem november-decemberben 90%-ban ezt használtam. Van itt még egy szemfesték paletta is, ami nem más, mint az Urban Decay Naked Ultimate Basics szemfesték paletta, ami egyszerűen csodálatos minden tekintetben, mind a csomagolása, mind ez a fantasztikus méretű tükör, ami benne van a palettában, illetve hát a színek. És az az érdekes, hogy én nem voltam soha az a típus, aki így nagyon rá lett volna kattanva a matt szemfestékekre, de ebben a palettában megvan minden matt szín, ami kellhet sminkeléshez. Nagyon jó a festékeknek a minősége, nagyon szépen lehet őket satírozni, szóval minden tekintetben zseniális ez a paletta. Nagyon kevés szemfesték palettát vásároltam 2018-ban, ez volt az egyik, és ez az, amire azt tudom mondani, hogy ez tényleg nagyon megéri az árát, és nagyon örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megveszem. Mindenféleképpen itt van a helye ebben a videóban a L'Oréal Infallible alapozó stiftnek, amiről én így nem nagyon hallok másoktól, szóval én nem is értem, hogy erre az alapozóra miért nem kattantak rá többen. Nekem a 120-as Rose Vanilla árnyalatban van meg, ez egy ilyen tekerhető stiftes alapozó. Nagyon-nagyon krémes állaga van, nagyon könnyű felvinni a bőrre, nagyon könnyű eldolgozni, nagyon szép fedése van, én azt mondanám, hogy ilyen közepes, vagy annál egy picit erősebb fedése van, nagyon szép a finise, talán inkább matt, de nem az a nagyon brutál matt. Nagyon tartós is, illetve nekem nagyon sokáig elég volt, úgyhogy én tényleg nem értem, hogy erről miért nem hallani többet, mert nagyon szuper ez az alapozó. És végül, de nem utolsó sorban van itt még egy darab ajakra való termék is, ez a MAC Retro Matte Liquid Lip Color a 132-es Gems and Roses árnyalatban. Ez egy metal matt finishű, vagy hogy mondják, metal fényű matt, szóval nem matt, hanem ilyen fényes matt, metal fényű matt finishe van, mindegy, az a lényeg, hogy
gyönyörű, most is ez van egyébként az ajkaimon. Azért szeretem ezt, mert nagyon sok ilyen metálfényű, matt ajaktermékkel az a bajom, hogy valahogy túl sok, túl fényes, így ordít 20 kilométerről, hogy úristen, ilyen metálfényű ajkai vannak. De ez egy olyan árnyalat, illetve olyan finise van, hogy ezt gyakorlatilag még akár hétköznapokon is tudom hordani. Nagyon sokszor volt olyan, hogy ezt kentem fel, hogyha mentem egy rendezvényre, és szinte mindig megkérdezte valaki, hogy mi van a számon, mert gyönyörű, és hát szerintem is gyönyörű, szóval annyira szép ez a szín, meg annyira szép a fénye, nem túl sok, tökéletes, tényleg. Az egyetlen egy icipici hátránya talán az lehet, hogyha egész nap rajtad van, vagy több órán keresztül rajtad van, akkor egy icipicit száríthatja az ajkakat, de egyáltalán nem vészes, szóval nekem vannak ennél sokkal jobban szárító ajakkencéim. Szóval igen, ez nagy szerelem volt nálam 2018-ban, meg még most is az. Nos, ezek lettek volna számomra a top termékek vagy kedvencek 2018-ban. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó és hasznos volt. Hogyha van kedvetek, akkor írjátok meg kommentben, hogy számotokra mik voltak a kedvenc kozmetikumok 2018-ban, vagy ha esetleg próbáltatok valamit a videóban bemutatott termékek közül, akkor azt is nyugodtan írjátok meg. Hogyha tetszett ez a videó, akkor nagyon örülnék neki, hogyha nyomnátok rá egy lájkot, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha eddig még nem tettétek meg, valamint kövessetek Instagramon és Facebookon is, minden elérhetőségemet megtaláljátok a videó alatti leírásban. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!